A rendezvényre sok szépkorú vendéget meghívtak. Az esemény a Művelődési Házban kapott helyet. Az önkormányzat színes programokkal és meglepetés vendéggel is készült. Tulajdonképpen a mai nap menetét én valójában annyira ismerem, hogy tehát egy műsoros estre, délutánra számítunk, és valami meglepetés. A meglepetésről nem tudok semmit, mert az a helyzet, hogy én most a napokban nem voltam itthon, és nem tudtam ennek után. Meg egyébként is nem valószínű, hogy kiderült volna, mert ha meglepetés, akkor nem lehet tudni. Molnár Sándorné is örült az önkormányzat meghívásának. Meghívtak, igen, kaptunk meghívót. Hát én örültem nagyon neki, mert legalább így látom az időseket, találkozok velük. És jó érzés itt lenne a többséggel együtt. A rendezők desszertsarkot is kialakítottak, ahol süteményeket, szendvicseket, üdítőket és kávét is kínáltak a vendégeknek, mondta Selné Simcsik Orsolya, Kakast polgármestere. Kakasdon a mai napon tartjuk az idősek napját. Tavaly is nagyon jól sikerült rendezvény volt, és olyan sok kedves szót, pozitív visszajelzést kaptunk, hogy nem volt kérdés, hogy idén is megrendezésre kerül. Nagyon színes programokkal kedveskedünk az időseknek, reméljük, hogy elnyeri tetszésüket, és bízunk benne, hogy tényleg a nap végére örömmel távoznak, és kedvüket lelik az egész délutánban. Nagyon készültünk, olyan izgatottak is vagyunk, hogy vajon hogyan reagálnak az idősek. Szerettük volna mindenképpen kifejezni tiszteletünket és köszönetünket is. A helyi általános iskola gyermekei versekkel és énekekkel készültek a rendezvényre.